Szia, üdvözöllek! Ebben a videóban szeretnék a kérdésekre válaszolni, amiket föltettetek nekem a Rock Your Life programmal kapcsolatban, és gondoltam, hogy inkább videóra veszem, mint hogy egyenként megválaszolgassam a kérdéseket nektek, mert lehet, hogy esetleg bennetek is felmerült ugyanaz a kérdés, amit a másik föltett, úgyhogy gondoltam, hogy így összegyűjtöm ezt a 6 hét kérdés volt, és válaszolok egy ilyen videó formájában. Ugye először is nagyon örülök, hogy érdekelt téged a Rock Your Life programom és a Human Design alapképzés, úgyhogy ez nagyon klassz, mert egy zseniális eszközről van szó, amit nagyon-nagyon sok éve ismerek és használok, és az egyik legjobb eszköz szerintem a mai világban, hogy az önismeretünket fel tudjuk turbózni, hogy jobban megismerjük saját magunkat, hogy megszeressük önmagunkat, és a tudjunk az embertársainknak tényleg segíteni, és rengeteg eszközt tanultam, nagyon sok képzésen mentem keresztül, és úgy érzem, hogyha ilyen fejlődésről beszélünk, vagy pedig 2023-ról beszélünk, vagy pedig a változásokról beszélünk, hogy a, ugye az eszközök is fejlődnek, és ez az egyik legjobb eszköz tehát nagyon sok mindennel már nem is foglalkozom, tehát kinek coach is vagyok, meg családállítást is tanultam, és ezek zseniális eszközök, de főleg akkor voltak zseniális eszközök, amikor én ezt tanultam és használtam. Úgyhogy úgy, ahogy a világ változik, a tudatosságunk emelkedik, és fejlődik az emberiség, szerintem úgy is változnak és tudatosodnak ezek az eszközök. Úgyhogy egyik legzseniálisabb eszköznek tartom a human design és a jinkies. Tehát nekem a kettő, ez így együtt tartozik. Én a metafizikát szoktam így, így mondani nagy főcímben, de ugye Magyarországon, vagy hát magyar nyelven szeretném elterjeszteni a Human Design, de a Ginkys ugyanúgy bele tartozik. Nekem ez a két rendszer, ez így alkot egy együttest, sőt még a saját coach tapasztalataimat is hozzárakom, ugye nagyon-nagyon sok Éve már kócs vagyok, több száz klienssel dolgoztam, és rengeteg egyénibe dolgoztam. Tehát nekem 90% -a, a munkámnak egyénibe volt. Ez a face-to-face -face coachingot tartottam, hogy nagyon jól ki tudtam ismerni a különböző típusokat. Architípusokkal is dolgozom, tehát a pénzügyi architípusok, a pénz a kályunk szerinti architípusok is, ugye, kategóriákra osztja az embereket, de ez is kicsit más. Tehát nem. Um, hogy mondják ezt, tehát, hogy nem fiókozok, ugye? Tehát, hogy nem az embereket fiókokba rakok, és utána pecsétet teszek rájuk, és matricákat kapnak, hanem pont az, hogy a saját egyediségeket, hogy meg tudják találni az emberek. És hozzáteszem ugye a saját tapasztalataimat. És miért a jinkies, tehát a génkulcsok magyarul, a human design számomra egy young eszköz, tehát egy ilyen férfias eszköz és a másik oldalán pedig ott van a Jinkies, a Yin eszköz, ami női eszköz, és ennek a kettőnek az ötvözete, ugye a yin a játéka, ez fogja megadni az egységet, mert a Human Design az elején nagyon-nagyon jó elindulni, tehát, hogy megismered saját magadat, hogy mi van benne a hátizsákodban, mi az, amit hoztál magaddal, és kibontogatjuk ezeket a dolgokat, ugye olvasunk az életkérképet, az életkódokat megtanulsz, megtanulod olvasni. De utána nagyon sokszor, amikor beszélgetünk, is emberekkel, és nálam is úgy volt, hogy óriási és gyönyörű, zseniális a rendszer a human design, de egy idő után gondolt, hogy oké, okay, és akkor most mi van? Most akkor hogyan lépjek tovább? Most mi legyen az első lépés? Hogy mi legyen a következő lépés? És itt jön kézbe, képbe a, a Ginkgis rendszer, mert a dzsinkész a sorrendet is megadja, hogy hogyan dolgozok magamban, melyik témákon, milyen témákat először aktiválok, utána meggyógyítok, hogy utána az életfeladatommal a lehető legnagyobb vagyont, lehető legnagyobb bőséget tudom megalkotni magamnak és a családom számára. Úgyhogy ez a kettő rendszer nálam számomra egy-egy, de természetesen még az elején Human Design-nak fogalmazom meg, mert így az emberek ugye hamarabb megérték, és hogyha valaki már hallott róla, vagy német, vagy angol nyelven, vagy francia nyelven, akkor lehet, hogy szeretne anyanyelvén is tovább, vagy mélyére menni a dolgoknak, úgyhogy ez az, ami bevonza az embereket, de természetesen ez nem állunk le a human design hanem tovább megyünk a metafizikai másik ágazataiba. Úgyhogy most jönne ide az a kérdés is, hogy ugye mi van a Rock Your Life után, tehát a Rock Your Life nekem egy alapprogram. A Rock Your Life úgy van felépítve, hogy nem csak kócsképzés, tehát hogy nem okvetlen csak olyan embereket várok, akik mondjuk a coach portfóliójukat szeretnék kiterjeszteni, hogy belevesznek egy másik eszközt, ez mindenkinek szól. A Rock Your Life az első program olyan, mint az első rendezvúd lenne a human design-ba, arról szól, hogy megismert magadat, megismerd azt, hogy ki vagy te belül, ugye, hogyha összehasonlítom a, 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 a hagymához önmagunkat, tehát, hogy, hogy hogyan tudod ezeket a külső rétegeket lebontani, hogy megismert magadat, úgy, mint a hagymádban a magnak a rétege. Tehát, amikor megérkezel befelé. És a Rock Your Life erről szól, hogy megismert saját magadat, a működésedet, hogy milyen autoritásod van, hogy mi az, ami vezet téged, hol vagy te például, kódolható, ugye? Tehát, hogy a kondicionálás, hogy hogyan történik, mely központokon keresztül vagy a legjobban befolyásolható, hol befolyásolod te a többieket, és hogy hogyan interakcióba, hogyan lépünk interakcióba kapcsolatba a világgal, az emberekkel, a környezetünkkel. Erről szól a Rock Your Life. Tehát tényleg olyan, amikor, ugye ezt nem lehetett volna jól magyarul lefordítani, azért írhatta meg az angol kifejezését, mert tényleg ez az, hogy amikor az életedet elkezded Mm, megalkotni, megteremteni. Ugye ez az energiája a rock your és ez az egész alap. És ez mindenkinek van. Tehát erre a programra bárki jelentkezhet. És uh, azért is csináltam ezt így, hogy utána egy vizsgával végződik, hogy az, aki tényleg komolyan gondolja ezt, hogy szeretne kulcs. Uh, uh, Kócsként ezt az eszközt például felhasználni, ugye, vagy a saját portfóliójába fölvenni pedig, vagy pedig, hogy első eszközként ezt használni, kócsként, akkor megcsinálja a vizsgát, és utána um, kócsként tud fog vele dolgozni. Tehát természetesen nem fog még tudni mindent leolvasni a Human Design csárból, mert óriási. Um, óriási mennyiség információ van benne. Tehát, hogyha előveszek egy csártot, akkor hetekig tudok róla beszélni, rengeteg információban van. Rengeteg információ bekódolva. De az alapot fogja tudni. Tehát el fogja tudni a csárt, a, a csárt szerint el fogja tudni mondani, hogy milyen energiája van ennek az embernek. És ez nekem a lényeg, hogy nem információ, halmaz fogok neked átadni, mert az internetből is meg tudod szerezni, ezt a könyvekből is meg tudod szerezni. Én szeretném neked azt átadni, amit én átéltem, és az én tapasztalatom, ugye, hogy um, nekem ilyen um, nagy, tehát én nagy képekben látom a dolgokat, és addig... Um, amíg én a rendszert nem értem, és nem érzem, és nem teszem ezt magával, nem tudom integrálni, addig nem is tudok róla beszélni, nem is tudok tanítani róla. Tehát az az, az, a, az az ajándék, amit én tudok neked adni, hogy nem információ halmaz kapsz, nem dolgokat kapsz, hogy ha valaki generátor, na, akkor ezt majd szépen elolvasom neki, mert ez a generátorokra passzol nem, hanem megmutatom neked hogy a csárton keresztül, tehát hogy az élettérképet hogyan olvasod, hogy az energiáját ennek az embernek hogyan tudod megérezni, és neki átadni, az ön, hogyha tolmácsolnád neki, szavak formájába lekommunikálod azt, amit látsz. És ezt a látásmódot szeretném neked átadni, ezt az érzést, ezt a, ezt a nézetet, ugye ahogy te az élettérkéből olvasol, úgyhogy ez az, amit én pluszba tudok neked adni, és ez különböztet meg engem a másik képzésektől, és hát persze meg természetesen az, hogy ugye anyanyelvem most meg tudod ezt csinálni. Úgyhogy német nyelven is tartom a, tartom a képzést, nekem a második, nem az anyanyelvem, de a második nyelvem, az első világnyelvem a német is, teljesen anyanyelvi szinten beszélem, de most jött el az idő, úgy érzem tényleg ilyen 24 év után, hogy szeretnék most anyanyelven, a honfitársaimnak, tehát magyar nyelven minden továbbadni, amit megtanultam, amit fölismertem, amit tapasztalatokként magamévá tettem. Tehát a Rock Your Life ez. A Rock Your Life után van lehetőség a Rock Your Business programra átmenni. A Rock Your Business, ugye először az életünket megismerjük, először magunkat megismerjük, először magunkat rendbe tesszük, először szükségünk van egy kicsit ilyen tapasztalatra, ugye, tehát nem elég az, hogy tudom, hogy én egy projektor vagyok, és meg kell, hogy hívjanak az embereknek, de milyen az, amikor, amikor tényleg élem, amikor én a működésemet ismerem. Nagyon-nagyon sok generátort is ismerek, vagy manifestáló generátort, ugye az MG-ket, akik tudják, hogy kik ők, de valahogy nem élik. És jönnek hozzá, jaj, most ez nem sikerült, az nem sikerült, hogy nem tudok dönteni, nem használják azt a tudást, és akkor az a tudás, az semmit nem ér az a tudás ér te, amit te használsz. Úgyhogy nagyon fontos számomra, hogy először elkezd érezni, hogy milyen az a saját működésedben élni, a saját működésedben lenni, és utána tudunk azzal foglalkozni, oké, okay, akkor mi az, amit te át tudsz adni, mi az, amit ami, ami te értéket szeretnél a világnak átadni, mi a te ajándékod a világnak, és kik azok az emberek, akik mágnesként ugye bevonzódnak hozzád a te energiádra. De természetesen, ha nem a működésedbe vagy, a te energiádra más emberek vonzódnak be, mint amikor a működésedbe vagy, önmagad legszebb, legjobb változatát éled egyre jobban, és erre az energiára teljesen más emberek érkeznek be. Tehát először a Rock Your Life van, utána van egy másik programom, a Rock Your Business, amikor business coachingot is tanulsz. Tehát először ugye elemezni tudod majd az embereket, hogy milyen típusuk van, hogy milyen energiájuk van, mire tudnak odafigyelni, milyen erősségeik vannak, mire lehet odafigyelni, hogy hol befolyásolhatók, hol kondicionálhatók. Úgyhogy mindent az emberről alapszinten fogsz tudni. Utána megyünk a következő lépésre, ami a vállalkozásunkról szól. Hogy milyen embereket vonzunk be, mivel vonzunk be. Mi a fájdalompontja? Tehát utána megyünk bele, ugye azt is lehetne mondani, hogy ha a vesszük, hogy először ez a zöld metafázisunk van, az aktiválási fázisunk van, szekvencünk van, a Rock your business, az pedig a Vénusz Szekvenc, amikor a másikokról van szó és a saját kapcsolatunkról a másikkal, és a harmadik az a rock your money, ő pedig a bőségtudatosságunkról szól, arról szól, hogy hogyan tudjuk azzal az életfeladattal a lehető legnagyobb bőséget megalkotni, amire mi leszülettünk. Tehát három részből áll az egész, amire te mondjuk azt, hogy igazán készen vagy, és mindegyik része hozzásegít ahhoz, hogy a következő lépcsőfokra felérjél mert először aktiválunk el azokat a tehetségeket rejtett potenciálokat, vagy csak potenciálokat. Ugye nem mindig rejtett az, csak nem tudjuk, hogy hogyan, hogy mi az, ami bennünk van. És először aktiváljuk, utána gyógyítjuk, és utána tudjuk ezzel a kettőnek a házasságával, egyesületével, egyé, egyé válásával, tudjuk, utána a, tudunk a bőségünkkel foglalkozni, hogy melyik az a... Hogy egyszerűen, hogy bőségbe tudjunk élni, hogyha az életünkben um, a, az álmainkat meg tudjuk élni, és persze természetesen a megfelelő emberekkel, a megfelelő helyen lakva meg tudjuk, uh, meg tudjuk az álmainkat valósítani. Tehát így van ez nekem felépítve, hogy köszönöm szépen ezért a klassz kérdésért, hogy mi, mi, megy, mi megy egyáltalán tovább. És ez úgy képzeld el, hogy a program folyamata is volt egy kérdés, hogy a Rock Your Life ül hat hónapig tart, március másodikán kezdjük el, 6 hónapig tart, nyáron csinálunk egy négy hetes nyári szünetet, mert a legtöbben ilyenkor utazni fognak, úgyhogy akkor szeptember végén, október közepén már, hogyha megcsinálod a vizsgát, akkor már human design elemző, human design coach is tudsz lenni. Hat hónapig tart, két havonta kapsz új modulokat, amik aktiválva lesznek a te tudástáradba, te member oldaladon, tehát minden, mindenki kap egy tudástárat, és ott lesznek az anyagok. 12 modult választottam ki, ami nagyon fontos ahhoz, hogy tényleg alapjában nagyon jól érezd és megtanuld a human design Ezekben nem lesznek business elementek, mert ugye először az emberről van szó, először rólad van szó, hogy saját magadat megismerd, mert csak úgy fogsz tudni másoknak segíteni, hogyha te a saját működésedben tudsz lenni. Úgyhogy hat hónap fog a rendelkezésedre állni abban is, hogy saját magadat működtest egyre jobban. Úgyhogy két hetente érkeznek az új modulok, amik videóformában úgy, mint itt, természetesen attól függ, hogy mit, fogtok, mit fogok tanítani, mit fogsz tanulni, lesznek grafikák, prezentáció, tehát kiválasztom vagy hanganyag formájába, vagy videó formájába, vagy írás formájába, vagy pedig mind a hármat fogom használni, hogy a legtöbb csatornán érkezzek felé. Ugye nem tudom, hogy te hogy szeretsz tanulni, lehet, hogy auditív vagy, lehet, hogy kineszta vagy, lehet, hogy vizuális vagy. Úgyhogy mindegyik, mindegyik csatornát, érzéki csatornát fogjuk használni arra, hogy a tananyag tényleg be tudjon épülni és integrálni tud. Hetente, vagy nem is hetente, hanem havonta mert olyan kérdés is volt, hogy mikor lesznek az élő tréningek. Tehát ezek olyan modulok, hogy saját magad, a saját tempódban akkor fogod megcsinálni, akkor fogod megtanulni, amikor szeretnéd. Hogyha te, ha neked reggelente van időd, vagy csak hétvégén van időd, vagy este, akkor akkor fogod megtanulni. Ez körülbelül kettő és öt óra között van, de ugye azért, mert most készülnek ezek az anyagok, és veletek együtt fognak ezek elkészülni, tehát azért fogok arra nézni, hogy milyen szinten vagytok, mit tudtok a human designból, mire van szükségetek, és rátok építem a Tan, tananyagot, úgyhogy az első három modul már áll is, úgyhogy várom át teket, már készen vannak, de egy együtt párhuzamosan fogjuk elkészíteni ezt a képzést, mert ezt rátok szabom. Máshogy, máshogy csinálom azért ezt a német területen, mert azt már többször is csináltam, mint mondjuk a magyar területen. Úgyhogy az élő tréningeken fogsz tudni majd részt venni élőben, a többit saját magad fogod otthon megtanulni, megnézni, Két élő tréninget terveztem. Az egyik a QA, az a kérdezfelelek. felelek. Nagyon fontos, mert biztos rengeteg kérdésed lesz, ugye, ami fel fog merülni. Két modul, két modul alatt, egy hónapban két modul lesz, és megtartjuk az élő kérdezfelelek, felelek, vagy inkább úgy mondanám, hogy coaching maraton. Tehát addig fogok ott ülni, amíg meg nem válaszolom az összes kérdést. Ez nem egy olyan, tehát én nem olyan coach vagyok, vagy guide, vagy mentor, aki 50 perces Q&A-t kiír, és 50 perc bele is zárja, mindegy, hogy van ott még 3 vagy 5 vagy 15 kérdés. Tehát mindenképpen kiscsoportos képzésről, kiscsoportos programról beszélek, és úgy szeretném, mert én is azt úgy szeretem, amikor szuportom van, amikor támogatás van, és tényleg az embernek segítenek, tehát én nagyon-nagyon szeretek így programba lenni, azért inkább egy drágább programba megyek, vagy VIP-be megyek, vagy pedig face-to-face -face megyek egy-egy mentorhoz, nem pedig egy olyan csoportos programból vagyunk 250-en, és valószínűleg nem lesz idő az én kérdéseimre, vagy nem valószínű, hogy választ kapok rá. Tehát azt adom neked, amit én is szeretek, és ahogy én szeretek tanulni, úgyhogy szuportot mindenképpen fogsz kapni. Havonta egyszer lesznek a, a coaching maratonok, és havonta egyszer lesznek a gyakorlati tréningek. Mert ugye az egyik, hogy kérdéseid vannak, és belemegyünk, és segítek mindenbe, de a másik, hogy rögtön elejétől kezdve megmutatom neked, és segítek neked, hogy hogyan tudj már az elejétől kezdve értelmezni, hogyan olvasunk a kódokba, tehát ez is hozzá tartozik szerintem, nagyon fogod élvezni, mert a végére, mire a végére érünk, keresztül mentél hat gyakorlati tréningen, és azért, mert kis csoport, valószínűleg minden alkalommal rád is fog kerülni a sor, tehát hogy tudjál olvasni, hogy lássam, hogy mi az, ami könnyedén megy, mi az, ahol még biztonságot szeretném szerezni, mi az, ami, ami még nem olyan jól megy, és ezért mindig feedbacket is tudok adni. Tehát úgy, ahogy most itt látsz, ugyanígy fog ez működni zoomon keresztül. Úgyhogy két élő tréninget fogok bevezetni, illetve lesz megtartva. Ezeket esti időpontban, tehát hogyha most épp jelenleg Budapest agglomerációjában vagyok, tehát Budapesten 20 óra kezdettel fognak kezdődni ezek a programok. Valószínű, hogy mi májusban a családdal tovább megyünk, mert ugye keresünk a helyünket, és szeretnék minél több álmot megvalósítani a Dreambookunkból, vagy a Big, for, uh, Big Five for Life um, uh, víziónkból, és ezért lehet, hogy Európába utazni fogunk májustól, vagy lehet, hogy még tengeren túra is megyünk, hogy mindenképpen megpróbálom uh, úgy tartani, hogy a magyarországi esti időt meg tudjuk tartani. Tehát úgy időzítem majd a dolgokat, hogy Magyarországon este 8 órakor uh, élőben részt tudjál venni ezeken a, ezeken a tréningeken. Úgyhogy ezt meg amúgy is meg tudjuk beszélni, hogy legyen esetleg egy csütörtök esti, vagy egy péntek esti időpont, úgyhogy nagyon szívesen alkalmazkodok, rugalmas vagyok, nagyon rugalmas vagyok, szívesen alkalmazkodok hozzátok, mint résztvevőkhöz, hogy ne az legyen, hogy itt egyedül vagyok a zoom és akkor kérdéseket válaszolgatok, vagy csak ülök és várok, hanem nekem inkább az fontos, hogy együtt legyünk, és együtt tudjunk tanulni. Úgyhogy ezt, tudnék, ezt tudnám mondani az élőtréningekhez. Aztán kócsként, hogy hogyan lehet dolgozni. Igen, ez is volt egy kérdés, mert lehet, hogy én kommunikáltam rosszul, vagy félreolvastátok, hogy ajánlással lehet nálunk dolgozni. Ez volt a, az eredeti tervem az volt, hogy nagyon gyorsan szeretnék magyar nyelven egy képzést, mert szeretném, hogyha minél több magyar ember ismerne ezt a human design és ezt a csodálatos eszközt. Úgyhogy minél hamarabb el szerettem volna kezdeni a képzést. De rengetegen megkeresnek, hogy elemezzek és én nagyon szeretek elemezni, és nagyon tudok elemezni, tényleg a sorok között tudok olvasni, és nagyon jól át tudom adni az embereknek az élettérképüket, az energiát, amit látok benne. De ez a kettő, ez párhuzamosan nem tud működni. Úgyhogy szükségem van emberekre, szükségem van, ez egy hülyén szó, de nagyon szívesen adok lehetőséget, és közösen együtt dolgozok olyanokkal, akik tudom, hogy nagyon jól ki vannak képezve, hogy nagyon jó alapokkal rendelkeznek, és hogy ők tudják majd tartani ezeket a readingeket, és én pedig azzal tudok foglalkozni, ami abszolút a szívem csücske, az a tanítás, és a tudásom, és a tapasztalatom átadása. Úgyhogy ez volt a tervem, hogy a leges legjobb embereket így megtartsam, tehát hogyha te elvészed a vizsgát, sikerül a vizsga neked, ami azt jelenti, hogy 75%-ba helyesnek kell lenni a válaszoknak azokra a kérdésekre, amiket kidolgozok, de természetesen erre fel is, tudok, fel is tudunk készülni. Tehát meg lesz a vizsgád, akkor, hogyha szeretnél, akkor tudsz nálunk az akadémián, mint coach dolgozni, és utána az embereknek, akik jönnek és érdeklődnének egy-egy életérkép elemzésért, vagy maguknak, vagy a párjuknak, vagy a gyerekeiknek, akkor tudjál, például rajta leszel a honlapon, és akkor te is tudsz nekik elemzéseket tartani. Tehát ez lehetséges, anélkül, hogy most ajánlás. Tehát, hogy ez, ez, a kettő dolog, ez kettő különböző dolog. Tehát, hogyha szeretnél, megvan a vizsga, és tényleg úgy érzem, hogy köztünk nagyon jól működik az energia, tehát nagyon fontos, hogy hasonló értékrendszerrel rendelkezzünk, hogy hasonló, kedveljük egymást, jó legyen a kémia közöttünk, mert akkor nem fog működni, és hogyha mind a ketten ezt úgy érezzük, akkor igenis megvan a lehetőséged nálunk uh, Human Design coachként dolgozni, és szerintem egy nagyon jó áron, a magyar piachoz képest egy szuper jó áron dolgozni, mert nem 20 euróért fogjuk árulni a readinget, nem ajándékozzuk el se az időnket, se a tudásunkat, se az a, a tapasztalatunkat. Úgyhogy ez az egyik. A másik, ugyamit amit írtam a honlapon, hogy master mentorként tudsz majd dolgozni. Ez majd később fog érkezni, tehát a kócsokból az, aki, akinek megvan ez az attitűdje, illetve látom benne ezt a potenciált, hogy fú, de klassz lenne, akkor majd ő tud nekem lenni a kókócsom, co tehát a mentor a következő csoportnál, hogy fél évente, vagy majd látom, hogy mennyi jelentkező van, fél évente, negyed elindítom az újabb Rock Your Life programot, akkor ott tud nekem segíteni, mint mentor. Tehát a gyakorlati tréningeknél, az élő coaching maratonnál, és hogyha az embereknek szükségük van a részvevőknek segítségre, vagy kérdéseik vannak, akkor ez az ember, ez a mentor fog tudni majd segíteni. Úgyhogy ez pedig ajánlásos alapon működik, tehát úgyhogy szeretnék én egy ajánlást adni, egy meghívást adni annak az embernek, illetve a pontrendszer nagyon jó lesz. Tehát, hogy feedbacket, ugye, hogyha elemzéseket fogsz tartani, akkor megkérjük majd azokat, akiknek elemzést tartasz, hogy értékeljenek, hogy adjanak pontokat, és a pont, Pontrendszer szerint is látni már, hogy ki az, aki nagyon jól olvas, ki az, akit szeretnek a, a kliensek, az ügyfelei, és ezzel a pontrendszerrel is, és a saját rálátásommal, meg az, hogy megismerlek téged, ugye? meg tudjuk, el tudjuk dönteni, hogy akkor felajánljuk-e neked majd a mentor állást, vagy pedig nem. Úgyhogy ez a kettő. Tehát a coaching, a coach és a, mentor az kettő különböző pozíció, és azért oda egy kicsit több tapasztalatra van az embernek szüksége, mentorként, hogy utána, vagy coachként, hogy mentorként tudjon dolgozni, és az embereknek a képzésben is már segíteni tudjon. Úgyhogy ezt tudom ahhoz mondani. Igen, még a vizsgához szerettem volna mondani, és ez szerintem nincs is rajta a honlapon, úgy, hogy a vizsga úgy néz ki, hogy készen van a 6 hónapos, a 12 modulos Rock Your Life program, és egy elkészített, előkészített modulonként a modulokban átvett tananyaghoz elkészített vizsgán keresztül mész, hogyha szeretnél, ugye, hogyha coach, coach, képzést szeretnél végezni, és utána egy háromnapos ritritet tartok Európában. Még nem tudom megmondani, hogy melyik városban, mert lehet, hogy tényleg nem Magyarországon fogunk tartózkodni, de minden esetre Európában lesz egy háromnapos ritrit, ahol össze tudunk jönni azokkal, tehát össze tudok azokkal, akik coachként sikeresen letették a vizsgát, és tudunk gyakorolni, és ez nagyon-nagyon szép ritritet tervezek, hogy gyakorlás is lesz, és mindenféle érdekes programot fogunk még csinálni, tehát azt is átadom neked, hogy például hogyan adj egy át egy elemzést egy reflektornak, egy manifestornak, a profilok szerint is, tehát van különbség, hogyha projektorral dolgozom, vagy hogyha egy MG-vel dolgozom. Úgyhogy ezt is át szeretném neked adni, úgyhogy egy ilyen ritrittel, ami, ami benne van az árban, tehát hogy a a ritritnek csak a, a. Hát tudod, vannak ilyen napi, napi árak a hotelben, ahol mondjuk bérelsz a bérelsz tervet. Tehát ennek a napi költségét, a, a, vagy ennek a három napnak a költsége, költsége lesz az investíció, de maga az, hogy én tanítalak ezen a három napon, ez már benne van ebben az árban, amit a Rock Your Life-val lefizetsz, mert nekem nagyon fontos, hogy tényleg úgy induljon minden coach aki nálam dolgozni fog, a, vagy a, egy, közösen fogunk dolgozni, hogy, hogy nagyon jó érzése legyen, hogy biztonságban érezze magát, hogy biztos legyen a saját tudásában, és hogy jól csinálja a dolgokat, és mindent, amit, amire nektek szükségetek lesz, azt én mindent át fogok adni, mert rengeteg évet, rengeteg coachingot csináltam, nagyon sok éven keresztül, úgyhogy nagyon biztos vagyok a, a magamban és a saját stílusomban, úgyhogy minden, amit csak tudok, azt neked is oda tudok adni, és meg tudlak rá tanítani. Persze ez más, amikor átadod, akkor rögtön még nem fogod tudni használni, de az eszközt már a kezedbe fogom tudni adni. Megmutatom, milyen lehetőségek vannak, és hogy kit hogyan tudsz támogatni. Aztán van még egy utolsó kérdés, ugye az affiliate rendszer érdekelt még pár útokat, ez a partneri együttműködés, hogy ez hogyan működik, ez úgy van ugye, hogy a Rock Your Life programot, tehát a Rock Your Life programban részt veszel, akkor van lehetőséged egy támogatói rendszerre, egy affiliate programra, amikor ajánlod a nem csak a Rock Your life tehát hogyha kedveled azt, amit csinálok, és más programokban is részt vettél például, és szereted azt, amit csinálok, és tovább ajánlod másoknak, akkor kedvezményt nem is kedvezménynek hívják ezt magyarul, hogy hívják ezt, tehát hogy hogy a támogatást kapsz belőle 10 és 50 százalék támogatás van az affiliate rendszerbe felépítve, hogyha a Rock Your beszélünk, az 10 százalék. Tehát, hogyha egy, embert, egy ember jön a te ajánlásodon keresztül havonta, akkor 150 euró van neked jóvá írva, ugye az egész összegnek a, az eladási összegnek a 10%-a. Hogyha persze részletbe fizet, akkor te is részletekbe fogod megkapni, nem előre egyszerre, de hogyha két ember például, két ember jön már tőled ajánlással, akkor az már 300 euró havonta. Tehát teoretikusan ingyen megvan a saját képzésednek a részlete, és akkor még marad egy kis pénz is számodra azon felül. Úgyhogy megéri ezt az EFILÉT rendszert, mert én nagyon szeretem, én nagyon-nagyon értékelem azokat akik engem értékelnek, és hogyha, hogyha Szerintem a legjobb, én eddig mindig ajánlásokkal dolgoztam, és nem, az elején nem is adtam pénzt azoknak, akik engem ajánlottak. Tehát a propagandán keresztül terjedtem, nem csináltam hirdetéseket, elégedettek voltak az emberek, egyszerűen elmesélték, és jöttek utána, egy ember után jött, kettő-három ember, és így uh, tudtam mindig uh, olyan emberekkel dolgozni, akik akik engem választottak, és nekem nem kellett arra hirdetni, és olyan emberekkel dolgozni, akik nem ismernek, akiket meg kell győzködni, és senkit nem győzköd. Tehát nagyon-nagyon fontos, nem győzködök senkit. De utána, hogyha már vannak ilyen technikai lehetőségek, ugye ezzel az affiliate rendszerrel, ami teljesen automatikusan összeszámolja neked, bejelentkezel, fölveszünk téged a rendszerbe, hogyha szeretnéd, és akkor saját linked van, hogyha ajánlod a Rock Your Life programot, vagy a meditációt, vagy bármelyik más workshopot, akkor ez a link összeszámolja. A linken keresztül érkező embereknek az eladások utáni provízióját, és utána a rendszerbe a tudástár, hasonlóan néz ki, mint a tudástár, ott pedig látod, hogy mennyi az, amit megdolgoztál. Úgyhogy ezt meg. Tehát én értékelem, amikor engem értékelnek, és ezért ezt így szeretném ezt is felajánlani. Úgyhogy szerintem ez egy win win szituáció mind a kettő mind a kettő résznek. Úgyhogy. Mint gyorsan megnézem a kéréseket, de szerintem az összes kérésre válaszoltam, amit föltettetek. Úgyhogy most már csak az a, az a kérés, hogy jössz vagy nem jössz, hogy velem a Rock Your Life hogy támogatlak és együtt dolgozunk, vagy pedig nem. Úgyhogy senkit nem fogok meggyőzni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy szeretem a tisztánlátást, hogy érezd tisztán, tudd hogy te tudatosan engem választasz, és hogy én legyek az első választásod. Tehát nem harmadik választás, ha ja, itt nem sikerült, hogy most az nekem túl drága, akkor megyek az Adrienhez. Nem ezt szeretném, hanem egy tiszta, erőteljes döntésed legyen, egy tiszta, erőteljes válaszod legyen. Ha lenne még kérdésed, vagy bizonytalan vagy benne, mert nem ismersz, először látsz, még nem dolgoztál velem, nem tudod, hogy milyen a közös munka. Akkor nyugodtan írjál nekem, jelentkezz. Tudunk zoomolni is, hogyha bizonytalan vagy még abban. De mindenképpen szeretném, hogyha egy erőteljes döntés lenne, amit meghozol. Mindegy, hogy egy igen vagy egy nem a válasz, de én nem az vagyok, aki meggyőzködik, mert inkább dolgozok három emberrel, vagy öt emberrel, mint ötvennel, ahol ilyen mindenféle döntési kényszerből résztvevők vesznek részt a programon. Úgyhogy ezzel zárom ezt a videót. Köszönöm szépen, hogy eddig kitartottál és meghallgattál, és nagyon-nagyon örülök neked, hogyha jössz, mert valószínű az tökéletes lesz, és teljesen jól működik, mert ugye a vonzás törvényében én nagyon hiszek, mert szerintem az úgy működik, úgy, mint a többi univerzális törvény, úgyhogy ha úgy érzed, hogy tényleg ott a helyed, akkor gyere, és tártkarokkal várak, és tényleg bizalommal és tapasztalattal foglak vezetni, úgyhogy biztos lehetsz abban, hogyha nálam fogsz tanulni, akkor biztos leszel a saját tudásodban, és fogod szeretni azt csinálni. De csak akkor, hogyha tényleg erőteljesen érzed ezt a mágnességet, érzed, hogy a kémia működik közöttünk, érzed, hogy közös értékrendszerre rendelkezünk, Úgyhogy tudom, hogy nem vagyok mindenkinek, én mindenkivel, mindenkivel uh, tudok uh, szót ejteni, de hogyha tényleg uh, közös munkáról van szó, akkor fontos, hogy egy merész ember jöjjön, aki többre vágyik, aki uh, képes arra, hogy cselekszik, és aki meg is teszi a dolgokat, hogy egy uh, jobb életet tudjunk megteremteni. Úgyhogy ezzel zárom ezt a videót, nagy szeretettel üdvözöllek, és szeretettel várom a uh, jelentkezésedet, hogyha szeretnél. Szia!